megkezdődött az aratás, elfogadható a búza minősége. Mátra-Füredi találka, elszármazottak világtalálkozója. Muzsikál az erdő, művészeti fesztivál a Mátrában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jöjjenek a részletek! Elkezdődött az őszi búza betakarítása a Péter Pál napján. A szakemberek szerint a búza minősége és mennyisége elfogadható. Ha az időjárás engedi, július közepére be is fejeződik az aratás. Ki kell használni a jó időt, még éjszaka is aratnak, ha kell, mondja a Horti Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke. A hétvégén Péter Pál napján megkezdődött a búza betakarítása is a térségben. Elég korán, június 21-én kezdtük az őszi árpa betakarítását, amit már be is fejeztünk, és tulajdonképpen a repce betakarítása van folyamatban, és szombaton, 29-én kezdtük az őszi búzát. Az első tábla betakarítása után az látszik, hogy a búza minősége és mennyisége elfogadható, tette hozzá Csontos András. Egy jó közepes magminőségű búzát takarítottunk be, és egy elfogadható 6 tonna per hektáros átlaghozamot értünk el. Ez bizalomra ad okot, én úgy gondolom, hogy azok a tábláink, amik viszonylag érésben már elkerülték ezt a nagyon 36-38 fokos hőmérsékletet, azoknál nagy veszteség nem ér bennünket. A később érésű fajtáknál sajnos a töppedés, a kényszerítésnek jelei mutatkoznak. Az árakat illetően az elnök elmondta, az úgynevezett malmi búza ára még alakulóban van, ők 50 forint fölötti árra számítanak, ez a minőség függvényében alakul majd. A takarmány árpáért úgy néz ki egyelőre, hogy kevesebbet fizetnek a tavainál. Az idén 40-42 forintról esett szó, az 55-60 forintos előző évi felvásárlási árhoz képest. A repce betakarításával már a napokban végeznek, így 5 kombájnnal tudják majd aratni a közel 1000 hektár őszi búzát. Így a tervek szerint már hónap közepére magtárakba kerül a termés, bizakodik a szakember. Ismét megrendezték a Mátra-Fürediek világtalálkozóját, immáron 5. alkalommal. A szervezők célja az volt, hogy a Mátra-Füredről rég elszármazottakat ismét visszacsalogassák egy napra, hogy a többi füredivel eltöltsenek egy szórakoztató és nosztalgikus napot. Világtalálkozót jövőre is terveznek, így a szervezők már most azon gondolkodnak, hogy újabb füredieket kutassanak fel szerte a világban. Macog sütögetés, baráti beszélgetések és felhőtlen hangulat. Ismét élettel telt meg a Beneház udvara, ugyanis 5. alkalommal rendezték meg a Mátra-Fürediek világtalálkozóját. Az összejövetel célja, hogy a Mátra-Füredről elszármazottak újból találkozhassanak egymással, és közösen eltöltsenek egy kellemes napot. Az ötlet az onnan származik, hogy tulajdonképpen fiatalkorunk óta szét vagyunk szórva a nagyvilágban, az országban meg a földön, és úgy gondoltuk, hogy mindenkinek hasznára válhat egy kicsit, hogyha találkozhat a régi barátokkal, osztálytársakkal. Bár ez nem egy osztálytalálkozó, hanem mindenki, akinek valamilyen füredi kötődése van, ő részt vehet ezen, és szívesen részt is vesznek. Reisz József úgy véli, hogy jó ötlet volt a találkozó gondolata, hiszen évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és egyre több füredi csatlakozik hozzájuk. Bercesi Béláné régóta füredi lakos, iskolai végzettsége után a munkában is itt helyezkedett el, majd különböző hagyományőrző szervezetekhez csatlakozott. A szervezeten keresztül pedig még több mindent el tudtunk érni, már azt is, hogy megkaptuk ezt a csodálatos épületet. Hát bizony eléggé el volt hanyagolva, de az akkori csapatunk, az alapító tagok összefogtunk és kitakarítottuk, rendezgettük, építgettük. Igaz, hogy az önkormányzat is hozzásegített egy kicsit anyagiakkal, és még a Mátra-Füreden létező vállalkozók is. Az elmúlt évek tapasztalata alapján az mondható, hogy közel 100 fő az, aki rendszeresen részt vesz az eseményen. A világtalálkozó címet pedig azzal nyerte el, hogy többen is a világ más szegletéből látogattak haza az eseményre, hogy felidézzék a múlt feledhetetlen perceit, és találkozzanak rég nem látott barátaikkal. Helyi építési szabályzat, település szerkezeti terv, többek közt ezeket is érinti a település rendezési eszközökről szóló tervezet. Most ezzel kapcsolatban tartottak lakossági fórumot Gyöngyösön, ahol várták az észrevételeket és a módosító javaslatokat is. Aki most elmulasztotta, július 10-éig még véleményét jelezheti írásban vagy elektronikus levél formájában.
A város új település rendezési eszközök ügyében tartott lakossági fórumot az önkormányzat július 1-én. A város célja, hogy tájékoztatást nyújtson a lakosság részére, valamint felmérjék az igényeket és meghallgassák a módosítási javaslatokat. Van egy település szerkezeti terv, amiben az összes hálózati elemet meg kell fogalmazni, így főképpen az utakat, a vízfolyásokat, a közműhálózatokat, ugye ezeknek kell szerepelniük. Ezt felül fogjuk vizsgálni, gyakorlatilag egy 12 éves tervünk van róla, nyilván ezt azóta változtak a körülmények, ezt meg kell nézni, hogy jó-e. Előzetesen több mint 60 módosítási javaslat érkezett, ezek egy része épületek magasságára vonatkozott, valamint területek felhasználásának módosítására. A főbb igények zárt kertekben az építési százalékot emeljük meg, több helyen a építmény magasságot szeretnék megemelni, területfelhasználást módosítani, mondjuk ipariból, gazdasági, kereskedelmi szolgáltatóra jellemzően. Van, ahol szabályozási vonalat, tehát a közterületből kívánnának megvásárolni. A fórumon felszólaltak közül volt, aki a telke egy részét kívánja értékesíteni, de volt olyan is, aki a területét gazdasági besorolásból szeretné lakóvezetté nyilvánítatni. Kármely templom mögött, az ami a Dicsőt részén, van egy területem, aminek az szemben lévő oldalán, ugye Szántóföld volt régebben, és egy jó pár éve épült egy lakótelep, hogy arra szeretnék és a gazdasági besorolásból lakóvezetté nyilvánítani. Arra már ugye többször voltam bent, és most úgy látom, hogy aktuális lenne, mert gazdasági tevékenységre a domborzat miatt kevésbé alkalmas, viszont lakóépületre meg igazán alkalmas lenne, jó példa erre, amire is az én házak eleve, ahol nagy szintkülönbségek vannak, és egy összetben meg lehet építeni. A tervezet megtekinthető a város honlapján, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságán. Akinek észrevétele vagy módosítási javaslata van, még július 10-ig írásban vagy elektronikus levél formájában megteheti. Írásbeli és informatikai fordulón, valamint labor és terepgyakorlaton vettek részt Gyöngyösön a diákok a 36. Bugát vetélkedő döntőjében. A vetélkedő témaköre idén a természeti katasztrófa volt. A háromnapos versenyen 17 hazai és 3 határon túli csapat mérte összetudását. Az első helyezett a gyöngyösi Berzenagy János gimnázium csapata lett. Itt éppen az üstökös becsapódásának a modelljét végzik a diákok. Ebben a feladatban azt mutatják be, hogy ha egy bolygó a földbe csapódna, akkor az milyen hőhatással járna. A becsapódás közben keletkezett hőt pedig ezzel az eszközzel mérik. Fitos Bence a budapesti Németh László gimnázium végzős diákja, csapatával már tavaly is elindult a versenyen. Neki a fizikai feladatok tetszettek leginkább. Hát én alapvetően fizika beállítottságú vagyok, úgyhogy az elméleti feladatsorban fizika feladatai tetszettek leginkább. A kémiát is szeretem, tehát ez a laborgyakorlat is tetszik, de nekem a fizikai feladatok közül tetszett talán a második, ami arról szólt, hogy egy aszteroida csapódik a Földbe, és számoljuk ki, hogy mekkora sebességgel csapódik be, milyen pályán, meg ilyesmi. Volt ezüstükör próba, és azt is megtudhatták, hogy az enzimes oldat lebontja a vattát, eközben pedig glükóz képződik. A verseny arra ösztönzi a diákokat, hogy komplex módon szemléljék a körülöttük lévő világot, annak jelenségeit és azok összefüggéseit, mondta el a zsűri elnöke. Komplex módon vizsgálunk jelenségeket, és az idei verseny témája például a természeti katasztrófák. Ezt vizsgáljuk meg biológiai, kémiai, fizikai szempontból, de informatikai feladatot és laborfeladatot is megoldanak a gyerekek. Nagyon fontos, hogy a természetben nincsenek tantárgyak, jelenségek vannak, és ezért próbáltuk ezt meg. Idén 20 csapat vett részt a verseny döntőjében, 2 csapat a Vajdaságból, 1 csapat pedig Erdélyből érkezett. A vetélkedő harmadik helyezettje a Szent István gimnázium csapata, második helyezettje a Dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium csapata, az első helyezettje a Gyöngyösi Berzenagy János gimnázium csapata lett. 16. évadához ért a Muzsikál az Erdőmátrai Művészeti Napok rendezvénysorozata. Idén is 9 helyszínen, 9 napon át várják a látogatókat különféle programokkal. A rendezvény július 7-én Kékestetőn ér véget, de lesznek programok Salgótarjánban, Mátraverebélyen, Pászton, Szurdokpüspökiben és Gyöngyöspatán is. Június 30-án vasárnap Gyöngyöstarjánban fajzatpusztán várták az érdeklődőket a Muzsikál az Erdő program szervezői.
Az esemény célja elsősorban a környezettudatos fenntartható életforma közvetítése az emberek felé, valamint a helyi hagyományok, értékek népszerűsítése természeti környezetben. Az amatőr helyi művészek mellett idén is feléptek országos ismertségű hírességek, mint például Varró Dániel költő, aki a gyerekeknek tartott előadást a köteteiről. Elég gyakran hívnak ilyen olvasó találkozó szerűségekre gyerekekhez, és akkor is ezt nagyon, mindig nagyon jó látni, hogy milyen nyitottak rá, milyen lelkesen fogadják. Tényleg van ez szerintem, hogy ilyen ösztönösen, zsigerileg nagyon szeretik gyerekkorban hát a meséket is, meg a verseket, a ritmusokat, a rímeket, az ilyen szójátékokat a gyerekek, tehát hogy nagyon-nagyon nyitottak rá. A tavalyihoz hasonlóan idén is felléptek az Egri Szimfonikus Zenekar tagjai, hogy a szabadban népszerűsítsék a klasszikus zenét. Nem is tudom, hanyadik alkalommal vagyunk itt a Muzsikál az Erdő rendezvényen, és inkább a természet üzen nekünk, mint mi a természetnek, vagy hát ez az egészen speciális hallgatóság, akik tulajdonképpen végig túrázták az erdőt, és leülnek egy kis nyugalomra, egy kis másfajta csendre vágyni, mint amit a madárfűtje ad. A rendezvények szabadon látogathatóak és ingyenesek, hogy minél több emberhez eljuthasson a környezettudatos életforma fontossága, és közösen élvezhessék a Muzsikál az Erdő által kínált színvonalas programokat. Mozsár Alex a mátrai erőmű búvárkó versenyzője több nemzetközi versenyen is igyekezett felkészülni az év által a legrangosabb és legnagyobb kihívására. A gyöngyösi uszonyos úszónak elsődleges célja a biztos felnőtt válogatott kerettagság volt, amit több világkupa pont begyűjtésével sikeresen teljesített. A görögországi felnőtt EB előtt Alex még kissé pesszimista volt a versenyt illetően. Szerintem ez az év nem nagyon sikerült, nem úgy sikerült, ahogy én azt elterveztem. Ennél szerintem jóval jobbat tudok, majd nyáron meglátjuk, hogy milyen lesz. A világkupán elért eredmények biztatóak voltak, ami előrevetítette a további jó eredmények elérését. A 800 méteren nem nagyon készültem rá, az csak ilyen meglepetés szám volt, megnézzük, hogy mit tudok valójában. Nagyon örültem neki, ugyanis sikerült megnyernem a 800 métert. A 400 méteren második helyezést értem el, és megvertem a világcsúcstartót. Mellette meglepetés volt az olasz Vigini, aki még engem is megvert. 200 méteren meg egy világbajnoksági döntő, ugyanazok az emberek voltak, mint egy VB döntőn, ott ötödik helyezést értem el életem egyik legjobb idejével. Alexban szerencsére maradt még jó néhány eredmény, melyet a felnőtt Európa-bajnokságon úszott ki magából. Az elmúlt hétvégén Görögországban a magyar válogatott színeket képviselve 400 méter felszíni úszásban bronz, 400 méter búvárúszásban ezüst és 4x200 méteres felszíni váltóban bronzérmet szerzett. Jelentős támogatást kaphatnak azok a munkaadók, akik július 1-e és augusztus 30-a között diákokat alkalmaznak a diákmunkaprogram keretében. Az önkormányzatok a minimálbér és járulékai mértékéig nyerhetnek támogatást, a versenyszférában csekély összeggel a cégeknek is hozzá kell járulniuk a terhekhez. Egyre később adják át az új építésű lakásokat, a csúszás elsődleges oka pedig az, hogy nincs elegendő szakmunkás az ütemtervek betartásához. A kivitelezőnek nem érdeke a csúszás, mivel ilyen esetben késedelmi kötbért kell fizetnie, sőt egy hosszú csúszás miatt a megrendelő jogosan felmondhatja a szerződést. Az aktuális végén pedig főbb híreink még egyszer, egy-egy mondatban. Megkezdődött az aratás, elfogadható a búza minősége. Mátrafüredi találka, elszármazottak világtalálkozója. Muzsikál az Erdő, művészeti fesztivál a Mátrában. Önök az aktuálist látták kedden, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb holnap ugyanitt, ugyanebben az időben várjuk Önöket friss hírekkel. A viszontlátásra!